Budapesten is bemutatkoznak a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Főváros programjai. A Magyar Fővárosban egy irodát is nyitottak, a lehetséges programokról pedig a hétvégén a Kincsesvárosban tárgyaltak. Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Főváros budapesti központjának az a célja, hogy megismertesse, közelebb vigye a budapestiekhez és az itt megforduló külföldiekhez Kolozsvárt. Különböző ötletek vannak. Egyrészt van egy, ha itt csokorba szedjük, van egy, amelyik a zenei paletta körül formalizálódik, a kolozsvári komoly zenei élet, a kolozsvári jazz zenei életnek a bemutatója. Van egy képzőművészeti blokk, ahol különböző kiállításokat hoznánk el. Van egy úgynevezett ilyen szabadidős blokk. A tervek között a tudományos programok, kutatások, képzések bemutatója is szerepel. Az ízelítők által Kolozsvár fiatalos arcát tennék ismertebbé. Azt szeretnénk az Európai Ifjúsági Fővárossal is elérni, hogy a programjainkat jobban tudjuk népszerűsíteni, hogy be tudjuk mutatni, hogy Kolozsvárnak nem csak ez a nosztalgikus képe van, vagy Erdélynek, hanem itt igazából egy nagyon pezsgő, nagyon fiatalos, értékteremtő közösség van. Az indítványozó partnerek szerint az iroda fontos kapcsolatot jelent Budapest és Kolozsvár, illetve Magyarország és Románia között. Úgy gondoljuk, hogy valójában itt a Kolozsvár és Budapest közötti kapcsolatot ez az iroda fel tudja erősíteni, kulturálisan, a kulturális, mind a tudományos életben áramoltatni tudja a két közösség közötti kommunikációt. Ez az igentesség mozgalomnak minden szempontból fontos. Az iroda a Kolozsvár 2015 Egyesület, az igentesség mozgalom és a Mátyász Korvinusz Kollégium partnerségéből jött létre. A budapesti központnak Somlói úti épületében a Mátyász Korvinusz Kollégium ad otthont.